Sziasztok, itt újra a Pirates of Eternity VGS-es, és itt vagyunk Szilparton. Annó mi láttunk már Néker Szil fele. Sőt, kalap. Meglátjuk, hogy mi vár itt majd még ránk. Így tudunk majd a végre átvenni. Erdély troll. Pusztulj. Pusztolj. Vagy posztolj. Hoppá, miért van ilyen rosszul? Ó, basszus, itt egy ádragám. Arra már megyünk. Basszus. Jaj, nem megyünk rá senkire, mert gondba vagyunk. Úgy. Kicsit sokan vannak, azt hiszem, hogy nem ennyire lesz. Most nem ennyire vannak, basszus. Sok lesz a troll. Azt mondta, hogy ez könnyű nekem. Hát én nem tudom, ez hol volt. Nem ott a szem, ahova én gondolom, nem ott volt a, aki ezt készítette, ezt a helyszínt. Kicsit benézte a dolgokat, tartok. Jó, gyorsan hívjuk elő segítségeket. Köszönöm a marasztalása. Dobunk rá egy ilyet. Ilyet. Még ilyet. Hoppa, meg is pusztult beléje. Ha jól látom. Hát ezt nem mondanám olyan húza könnyűnek. De ahol jártak azok, akik ezt könnyűnek védik. Én nem mondanám annak. Konkrétan. Készítők ezt könnyűnek. Gondolták. Előttük éreztek, hogy túl erős a csapatom. Nem akarok. Nehezítéssel. Most nem tudom, hogy ez pont nehezített véletlenül, hogy azt nyomtam be, vagy nem tudom, hogy... Basszus, ide varázsolt egy csomó olyan földmétert valamelyik madragam. Most ezt nem tudom ráíteni. Szuper.
Tegyünk egy jót akkor. Akkor visszaszerezzük. Úgy is akartam már aludni, mert kicsit ledegradáltak. Az előző. No. Ez mennyire. De jó. Hát nem tudom, inkább ezt rakjuk be akkor. Ez 2-10, ez a meggondolom, hát a képesség miatt, de a képesség azt mondta fele más. Kisebb bűzes cirógatás. Az már jobbnak néz ki. 11-20. De ezek sokkal jobbak sajnos. Tehát 18, ezek is még jobbak. Hát. Ez a képességek sem rosszak, ugyan, de... De azt aludtunk és nem lett világos, basszus. Tovább is a sötétbe kell menni. Hopp. Ez mi és ki? Adrabolt ír. Feldrengelte az adra Bolti pont, ahogy perzok szemény keresztül lát a szagani mozgás után kémre elfordul a fák felé. A Bolti várnya rád, vetül a fásport egy másik helyre alakul át. Egy másik erdőben állsz meg, a ketezett csupasz fatörzsek merednek elő a földből, és ünnepélyesen virasztanak a fiatal fák és törőként cserjék fölött. Lassan haladsz elő az erdőben szétszólt romokon keresztül, kóloszlopok és törött boltiek jelzik az elpusztult épületek csontvázát. Közöttük mindenfelé festett arcú elfek és orlanok vannak, íjaik harcra készek. Mindig furcsa érzés támad egy vadászat vége felé, mint egy viszket is az orrom helyén. Úgy érzem, közel vagyunk. Whatever else you turn out to be when we find Theos, you're honest. I know you wouldn't lead me astray in this. Azt akarom mondani, hogy köszönöm, nagyon régóta nem tett senki ilyen sokat érte. Majdnem olyan érzés, mintha újra egy falu tagja lennék. Good question. Nehéz volt látni az elmúlt 5 év célját, de az utóbbi időben elkezdtem felismerni, milyen sokat változtatott Perzok a falun. Hogy hogyan adottak össze törökvésre és áldozatai, hogy erősebbítenjenek minket. Ha visszahiszem áldását mazukba, az még erősebb és még összetartóvá fog tenni minket. És büszkeséggel tölt el a tudat, hogy én tértek vissza vele. De túlságosan erre szaladtam, mert meg kell találnunk Perzokat, vagy a te zsákmányodat is, Ander, így elég időm lesz, hogy kitalálom, mit mondok majd neki. I guess that depends on who he is now. I'd like to think that traveling for 5 years entitles me to give him a solid earful about all of it. But what really matters to someone in Persak's position? The village he left behind? The family he likely won't remember? Must be lonely, not knowing a thing like that. I guess I've taken that much for granted. De srejjünk arra, hogy hamarosan rákadunk az emberünkre. I'm here. Hát reméljük. Köszönöm akkor erre fele jár. Absolutely. Ezek szerint. Ó, megint ellenség. Nem tudnak békébe hagyni. Yeah.
ez? Nem tudom, nekem ez egyre nem tűnik könnyűre. Ja, játék isztőjének ez könnyűre, nekem nem. Nem könnyű, nem tudom, lehet, hogy átállítottam. Na hát hihetetlen, nekem ez rohadtul nehéznek tűnik, nem tudom, hogy ezt honnan vették annó, hogy ez tök könnyű, meg mit tudom én. Vagy elnyomtam esetleg, ezt tudom még elképzelni. Szeretik. Nem tudom megpusztulni, pusztuljatok majd meg. És nem tudnám megpusztulni. Hihetetlen. A tűzabda szerintem tök keveset szivat valószínűleg. Közben ezek meg elájultak. Nem tudom, ez mitől olyan könnyű ez a terep. Szétütnek darabokra minket, hogy miért olyan könnyű. Szétvernek minket. Terület. Jó, biztos vannak könnyebb részei, de például ez rohadtul nem az. Jaj, ne, nem vettem fel. Jaj. Látszik, hogy mindig föl kell venni. Most van még egy adra oszta. Az adragánra menjünk rá. A mondó vagyok. Szóval nagy gondokat okozni. Thank you.
értem, mi történt. Aztán ennyi van még itt. Ez jó volt saját maguk ellen. Azt nem értem, nézd, hogy nem tartja, azért ölik meg majdnem az egyik embermet, mert nem tartják meg a formát, tehát így nem nehéz. Be van állítva, és sose úgy vannak a karaktereik, ahogy kéne. Varázsolj már, basszus, nem csinál semmi. Megkövültünk, ja? Van nem csoda. A végre. Nem tudok előre menni, be van a kokadba, basszus. Kutya miatt. Hihetetlen. Itt amiért nem lehetett előrébb menni. Yes? Hey. I'm here. Nem tudom, hogy rohadt nagy harcok vannak, de ez nagyon könnyű. Mint a vágra isten. Érdekes. Találtunk valamit. Csak jó fegyverek. Inkább ezeket varázsoljátok elő. Vagyok neki mennek el. Isten, miket varázsolnak ezek ide. Elég gáz dolgokat. Se vágom, de biztos. Ez van az oka. Nem értünk rá. Ezek szerint az ágy is halt. Vagy hát elájult. Konkrétan. Ez mi? Ez szívetlen. Lehet, hogy ezt kéne használni inkább. Jó is rá. Szuper. Az azt mondja, hogy ez a csata lényege nem lehet állatot idézni, harcrendszerét tekintve egyébként, azt kell mondanom. Egy csomó olyan taktikai elem van, amit nem lehet kihasználni, hogy a csata előtt lenne egy szünet, és akkor rakhatnák le csapdákat. Így tök jó, hogy van, tele vagyok csapdával, de nem tudom használni őket. A csata közben használhatatlanok. Egyet előre rakok, de tudom, nem lesz. Egyet oda rakok. Értitek? Gondolkozhattak volna ezeken a dolgokon. De most lerakok egy erős csapdát, ami még is 150, amelyik a legdrágább. Hát, rakunk egy ilyen fagyásost. Szerintem. Ide. I'm here.
beszélünk. Igen, és kíváncsi leszek majd. Yes. Sajnálom, a kíváncsit kész használni. Használta. Rakok még egyet ennek örömére. Hát úgy látom, hogy fokozatosan sebzi őket, úgyhogy ez mondjuk nem rossz. Sőt. Ezt nyomom, te hülye, érezd már, hogy azt nyomom. És lehet, hogy közben kiirtottam a saját embereimet. Lehet az egészbe. Nem értem, hogy miért van ott az, akinek varázsolnia kell, hát valaki mondja meg ezt nekem, hogy miért van ott, az is ott van erről, ahol nem kéne, ez őrület. Csinál semmit, basszus. Na égre. Szerítheted. Elérheted. Ilyen matrónát. Hát ez gyógyítja magát ez a matrón? Nekem erőteljesen úgy néz ki. Tud. Ez is mondjuk mindjárkal. Amúgy. Pusztulj már, ne meg! Basszus! Ez volt a könnyű harc, mert belepusztultam. Topáz, ogravér. Túl könnyű ez a terület az én szintemnek, hát biztos így van valamikor, kis kedden, máskor nem hiszem. Bestiákat. Troll. Erdély, de nem troll, ez ogre.
Matróna. 9-es szinti. Ezt kellett volna először. Azt kellett volna először megölni szerintem. Na, legalább van itt valami. Szilpart, barlang. Nincsen semmi. De menjünk a barlangon minden esetre. De látod, hogy akkor két fele is lehet menni. Szóval csak azon a szintén voltak, mint én. Durva. Hát sőt, egy kisebbek voltak. Barlang, azt is, hogy itt is vannak ogrék, de szerintem ezek könnyebb lesz ezeket leverni, mint akik kim voltak, van egy olyan érzésem. Nem, és egyről nem. Nem pozolok rájuk olyan sokat. Ó, basszus. Nem, ezek nem könnyebb. Attól tartom. Megfosztulni. Most mitől estek el? Jó kérdés. Az eléggé lesérült, mint nem mondja. Jó sok ógravért szereztünk. Here. Csontokat hatalmas fogak marcangolták szét. At once. I suppose it can't be helped. There you go. Kérdezzük, mik ezek a hatalmas zsók, három fizikum, ez tényleg tök jó. Ha megkaptak, akkor te is megkapod. Kettő helyett háromat kapsz. Fizikum, az végülis... Ez ennek is jó. Sebzés növel, tehát... És ennek nagyon sebzése. Egyálló képesség, hát... Eléggé gyengus. Kritikus sebzés, minusz 27%. Na nézzük. Meg akart megbénult, hát ez sem egy valami nagy... Mocsárjárok, ezek a kényes összeálló csizmák, ideálisak a nehéz terepen való átkeléshez. Az
ezeket a labeliket Mazdamer és Bélfoknak készítik a tényleg vidéken élő halászdorú csizmának mintájára, a mocsarakon való átkeléshez, mivel a bejövő köztársaságok felé vezető utak egyre pontosabban váltak a kereskedelmi sorozás szempontjából, az ilyen stílusú csizmák is egyre népszerűbbekkel váltak. Hát nem valami nagy szám, fogalmazzunk úgy. Hát ez nem volt olyan hú de nagy dolog. Ez a barlang az képest, hogy előtte és utána is, meg benne is tele van tömve okrékkal. Ez nem volt egy nagy baszizdasz, fogalmazzak. Szóval menjünk most fönt. Szia, parcsak, én nem tudunk átmenni ide. De még nem tudok visszamenni ide, elvileg. Menjünk fönt. Igen, igen. Mehetünk erre is, mehetünk arra is. Hoppá, kardfogó. Egyiktek erre megy, a másik arra megy. Kérlek, segíts nekem! Földön fekvő férfi lövgét kapkod erőket és olyan a melkosát markolász a közelből meg is van látható, hogy vörös köpenyen rengeteg sérülést akar, arc egyre szállán sápadtabb lesz, ahogyan a vértócsában gyűlik köré. Kérlek, utazunk! Ne törd magad, ez a test egy összetett váz, de lelkem további lesz minden, ami számít. Feledékeny, olyan gondatlan, mondja, hogy miközben a vér szivárog ajkairól. A vágások azokról, mert a reggeli gyakorlástól maga elé tartja. Vérásztott a kezét. A kardfogók megéreztük a vét rajta, gondolták, megtalálták következő evédjüket. Majdnem igazuk lett. Ismert vagy számunkra látható, tudjuk, hogy becsületesen és igazságosan bántál másokkal. És nekem valaki megiszatorom a szükségem, hogy bevégezze a küldetésem. Ezt el kell jutni a rendemnek. Szerzetes gyengén táskája utányul, amelyben hírnökitek elsartott húz erőt. Tedd el, hörgi, miközben felét lengeti levelet. Ezt el kell vinni az égi facsavetébe. Add oda a testvéreimnek, ők majd megjutalmazna. Ne nyisd ki! A tartalma csak a testvéreimre vonatkozik. Ha a pecsét törött, ők nem... Majd értesen, aztán majd odaadom. Oh. Szegény. I'm here. Na, beleteszem, aztán... Odaadom majd. Hoppá, jó, hogy nem tudunk átmenni. Jaj, de jó. Pap jó, megsérült. Ráhajtottak sajnos. Itt azért már durva dolgok vannak, és hát elég jó dolgokat is lehet találni, bár itt igazából eddig csak az ellenfeleket találtam, ami tényleg durva volt. Nincs semmi. Valami itt lesz. Nem hiába van ez itt. Ebben biztos vagyok. Akkor majd menni a kiegészítő fele is lassan. Egyébként. Mert azt nem utal a játék után, hanem közbe kell megcsinálni. Anyone suspected of treachery must be reported at once. Tavasz halvány képe csalogat törik ennyi ennek intésével. This apostate in Praetum.
This is a dangerous woman whose lies spread like plague. She inspires chaos, sows conflict. Because of these unusual circumstances, I am speaking to all our initiates personally to ensure there is no more dissension. Who she was no longer matters. If her following continues to grow, there will be war, and all our work will be undone. You were recruited from Grey Tomb, were you not? You must have known this heretic woman, Yavara. This friendship has no place in our current state of affairs. This woman has marked herself an enemy of the gods. They will not look favorably upon her friends. I am trusting you to remain loyal to the gods in this. If you do not, you will have greater powers than me to answer to. But you will answer to me as well. Guardis noi. Messaggio numero di condolo dopo. Megismerni új területrészeket majd azon belül. Na, sajnosok vagyunk mi? 10-es, lassan 11-es. Akkor már igazából el kéne mennünk szerintem a kiegészítő területére. Na mindegy, innen fogjuk majd folytatni a következő részben. Addig is búcsúzom tőletek. Szia!